a dániai Prudenskund Co-housing, amit a Péter említett az elején, hogy ez a gyökere a Co-housingnak Dániában. És azt gondoljuk, hogy akkor a ma Budapesten található kertvárosi kihajt utcák helyett élettelteli szabad tér találna minket, amikor odaérkezünk. És most már csak egyet szeretnék kívánni, hogy Budapesten az elkövetkező években minél több ilyen csoportházas Co-housing valósuljon meg. Köszönöm, hogy elmegy. Hallom a megkönnyebbült sóhajokat. Valóban most már nagyon közeledünk a végéhez. Egy kicsit a csoportosításról, működésről, szabályokról. A láncfűzéses viccet azt most kihagyom. Szabálymániákosok vagyunk, ugye ez az első dolgunk, hogyha közösséget alkotunk, akkor elkezdünk szabályokat is csinálni, amiket egyrészt szeretünk, csináljuk őket, másrészt pedig utána nem tartjuk be. De a közösség mindig szabályokkal jár össze. Együtt, bocsánat. Ugye rögtön az elején beszéltünk a definícióról, felállítottunk egy definíciót, hogy mit nevezünk Co-housingnak. Ha bármelyikőtök felmegy a Google-re, vagy erre elkezd rákeresni, akkor ezt a klasszikus hatszabályt ezt nagyon hamar meg fogja tanulni, illetve találni. Már nekem is késő van. Beraktam az angol verziókat is, mert sok esetben sokkal beszédesebb szerintem, mint a magyar kifejezések, de az első, ami ma már sokszor elhangzott, hogy részvétel a folyamatokban. A Co-housingban, ami nekem leginkább tetszik, az pont az, hogy személyre szabott. Ha amikor létrejön egy ilyen új közösség, akkor én szólhatok bele, hogy nekem fontos-e a szauna, fontos-e a mosókonyha, akarok-e a fenntartatósággal foglalkozni, vagy sem. És természetesen ez a részvétel, ez a későbbiek folyamán is megmarad. Például nagyon sok Co-housingban, hogyha megürül egy lakás, valaki be akar költözni, nagyon hosszú váró lista van, mert divatosnak számítanak ezek az otthonok nyugaton. Ha valaki be akar költözni egy ilyenbe, fel kell iratkozni a listára, és el kell kezdeni járni abba az adott Co-housingba, azért, hogy ő is megismerje a közösséget, és a már ott lakók is el tudják dönteni, hogy ezt az ember nekik szimpatikus vagy sem. És amikor megürül egy lakás, akkor nem a sorrend fog dönteni, hanem a közösség arról, hogy a jelentkezők közül ki akar ebbe a Co-housingba felmenni. Szóval ez a részvétel, ez gyakorlatilag mindenhol garantálva van. A másik, ez a kontextus design, de sokkal inkább az angol vegyük figyelembe, már aki tudja, hogy pont azért, mert nem egy lakás, nem egy házat tervezünk, hanem egy házak közösségét, vagy lakáscsoportokat, valahogy kicsit nagyobb kontextusban kell gondolkodnunk. A parkolóautókat el kell dönteni a közösségnek, hogy meddig engedi be, hogy azon az adott területtel hogyan fog bánni. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyobb perspektívát igényel, nem csak az építészektől, hanem a tulajdonosoktól is, hogy őket szeretnének, illetve egyfajta nyitott hozzáállást is. Ugye a közös funkciók az tulajdonképpen a lényege a Co-housingnak, és itt egyáltalán nem csak az épített funkciókra kell gondolnunk, hanem akár a szolgáltatásokra, hogy meg tudjuk rendelni az internetet közösen, nem kell mindenkinek külön-külön megvásárolnia, vagy akár azok a szolgáltatások és humán erőforrások, hogy tudunk egymás gyerekére vigyázni, vagy kölcsön kérhetek biztot a másiktól, stb. Tehát, hogy ezekkel a közös funkciókkal számolnunk kell, tervezni kell rájuk, fel kell állítani a prioritásra, hogy ez már elhangzott. A lakók menedzsmentje. Ugye, ahogy már egyszer mondtam, hogy például a lakóparkoktól ez erősen megkülönbözteti a Co-housingot, hogy azt mondom, hogy nem feltétlenül akarok mindenkivel jobban lenni, nem feltétlenül kell nekem 20 barát, de mindenkinek tudni akarom a nevét, mindenkiről tudni akarok valamennyit. És ezért a későbbiek folyamán is a döntésekbe együtt veszünk majd részt, a felújításra mikor van szükség, kezdjünk el, nyissunk egy új munkacsoportot, minden kérdésbe be akarok vonulni. A nem hierarchikus szervezetről még egy kicsit később majd fogunk beszélni, leginkább erről a konszenzusos döntéshozatalról. Minden általunk ismert Co-housingban valamiféle nagyon erős demokratikus vonal van, attól függően, hogy mekkora a ház mérete, ez vagy egy képviseleti, vagy pedig egy másik.
És akkor a hatodik, ami szintén nagyon fontos, hogy nem kommunáról beszélünk, nincsen vagyonközönség, mindenki az egyéni, az egyén saját magáért felelős. Mi azt gondoljuk, hogy ehhez a hat klasszikus szabályhoz érdemes plusz egy szabályt hozzávenni, ami már kurkoltan azért benne volt, az pedig a közösség védelme. Mindannyian nagyon könnyen el tudunk képzelni egy olyan szituációt, hogy létrehoztuk a co-housingunkat, egy valaki beköltözik oda, és onnantól kezdve az egész szétesik darabjaira. Tehát mindenképpen fontos az általunk kidolgozandó szabályrendszerben valahogy belefoglalni azt, hogy mi, mint közösség, megválaszthassuk azt, hogy ki fog oda beköltözni. Erre vannak tudatom különböző pénzügyi konstrukciók, hogy ezt hogy tudják elérni, de most egyelőre magában az el az, ami nagyon fontos. És azt pedig nem tudjuk eleget hangsúlyozni, hogy ahány ház, annyi szabály. Mindig az adott közösség az, ami megvan előtt, lehet, hogy nem teljes számban, de a kemény mag az össze kell, hogy álljon. És amikor ők már döntésképesek, tudják, hogy mit akarnak csinálni, csak utána jöhet szóba az, hogy elkezdjük valami közösségnek. Most ezt az első általát egy kicsit hagyjuk, és megyünk a konszenzusról, sőt, kezdjük ezzel a legelső ábrával, legalsó ábrával. A döntéshozatalnak különböző módjai vannak, nyilvánvalóan mi most csak néhányat tagadtam ki, például szavazhatunk, mindenkinek van egy szavazata, és akkor ezt kiértékeljük, vagy akár statisztikai átlagot tudunk ebből csinálni. A konszenzusnak nyilvánvalóan az egyik legnagyobb hátránya az idő, hogy rettentő sok időt vesz igénybe, mire mondjuk 20-an meg tudunk állapodni egymással. Ugyanakkor a minőség az egy nagyon erős pontja, és amit én még itt ki akartam emelni, az, hogy a konszenzusnak megvan az az előnye, hogy akik részt veszünk benne, mi mindig tanulunk, nem csak saját magunktól, a közösségtől, egyre gyorsabban tudunk majd döntéseket hozni, megtanuljuk egymást, tudjuk, hogy hol vannak az agyüles sarka. Ugyanígy igaz erre a módszerre, hogy ugye attól függően, hogy a kapcsolat milyen fontos számunkra, illetve hogy maga a konfliktus tárgya milyen fontos számunkra, különbözőféleképpen tudunk viselkedni. Mi a holland tapasztalatok alapján egészen meglepődtünk, hogy mennyire kultúráltan tudnak az emberek konfrontálódni. És ami még szintén a holland tapasztalattal jön számunkra, az, hogy nem kell mindenkit szeretni. Bőven elég új döntést hozni, hogyha ki tudom jelenteni azt, hogy ezzel a döntéssel egyet tudok élni. Nem így akartam, de egyetlenen 30-an vannak ellenem, egyet tudok élni, anélkül, hogy belőle több utamokat sérülni. És akkor egy kicsit a csoportosításról. Ezen az ábrán mutatja azt, ez a tengely, hogy a tervezés mennyire közösen valósul, meg itt pedig az, hogy maga az együttélés mennyire közös. Ugye egy sima családi ház vagy társas házakban tulajdonképpen mind a kettő eléggé minimálisan van jelen. Se abban nem szólhatok bele, hogy a befektető milyen lakást csinál, maximum csak tudok választani a lakáspiacról, hogy melyik az, amit én meg akarok venni, és igazából a társas együttélés sem nagyon jellemző. Régen a szocializmusban az építőközösségek eléggé mentek a mai helyzethez képest, ez viszont ugye egy olyan szélsőség volt, amikor a szüleink összeálltak, így tudtak egy közös pénzmagot és OTP támogatást szerezni ahhoz, hogy mindenki megépítse a maga sorház részét, mondjuk. Viszont onnantól kezdve az együtt lakásban már nem törekedtek semmilyen közösségi vonulatra, nem voltak közös helyek, nyilván egy darabig megmaradt a jó szomszédi viszony, beköltözött az első hülye, és onnantól kezdve akkor ez szétment. Ugye van a másik szélsőség, amiről például a Miklósék is beszéltek, vagy akár az albérletek, sok esetben a kollégiumok is ilyenek, hogy egyáltalán nem tudok beleszólni abban, hogy mi kerül bele egy kollégiumba, van-e ott csocsóasztal, vagy nincsen. Mégis arra vagyok kárhoztatva, vagyis végső soron én magam döntöttem úgy, hogy kollégiumban másokkal együtt élek valamilyen szinten. És akkor mi azt mondjuk, hogy a co-housing az így helyezkedik el, amikor a tervezésbe is teljesen beleszólhatok, és az együttélésben is egy elég magas szintet képvisel. Az egyik pécsi co-housingnak a döntéshozó módszere, illetve testületét mutatja ez az ábra, és Hollandiában mi is ezt tapasztaltuk, hogy munkacsoportokat állítanak egy bizonyos lakás szám fölött,
és ezek a munkacsoportok delegálnak embereket ebbe a legfőbb tanácsadó vagy döntő szervezetbe. Ami ezzel kapcsolatban fontos, és ki akartam emelni, hogy sokféle példát ismerünk olyan példát is, valószínűleg, mint össze 4 lakásegységből áll, és ismerünk olyat is, ami 200-ból áll. Sokszor szokták ezt kérdezni, hogy mi az ideális. Igazából erre inkább úgy tudunk válaszolni, hogy még hogyha nagyon sok ember is vesz részt benne, akkor ezek ilyen klaszterekre, mint eszembe a magyar megfelelőjei céltagozóknak, és akkor kialakulnak ezek a kisebb közösségek. A 4 lakóegység, amikor túl kicsi egy ilyen co-housing, az azért nem annyira praktikus, mert hogyha sokan vagyunk, akkor össze tudunk veszni. És az, hogy mi ketten a Miklóssal összeveszünk, ez nem fogja szétfúzni a közösséget, mert hogyha vagyunk kellően sokan, akkor el tudunk kerülni egymást egy fél évig, vagy 3 évig, és köthetünk más barátságokat. Az átjárhatóságot akartam még kiemelni a munkacsoportok kapcsán.